Az ünnep is egy dolog. Másik dolog, hogyha az ember eljön ide a bányamúzeumba, és látja a gépeket, akkor egy kicsit úgy mindig megdobog a szíve. És látva az állapotokat, tehát ráfér a felújítás. Ebből próbáltuk mi is aktívan kivenni a részünket, és egyre több volt munkatársamat is arra biztatom, hogy vállaljanak, foglaljanak, fogadjanak örökbe egy gépet, mert mennyivel jobban néz ki egy felújított gép. Tehát egy ilyen elromlott állapot egy olyan szomorú dolgot éreztet az emberrel, de viszont egy felújítás után olyan, mint egy kicsit egy megint bányánk lenne, mert van új gépünk. Hogyan képzel a bánya múzeum jövőjét, vagy pontosan milyennek látnál legszívesebben? Mi lenne itt mondjuk 10 év múlva? 10 év múlva? Hát azt szeretném, hogy fönnmaradjon ez a bánya múzeum, még bővüljön is, és fel is fog maradni, én bízom benne. Meg így a bánya múzeum köré kellene szervezni programokat. Tehát, hogy minél több ember jöjjön ki, minél több ember ismerje meg ezt a szép és veszélyes szakmát. Mert szóval, aki nem dolgozott bányában, akkor azért nem is tudja elképzelni, hogy milyen körülmények között kellett néha dolgozni. És az egymásra utaltság, meg a segíteni akarás a másikon, a bányában egyedül nem nagyon lehet dolgozni. Mindez legalább 2 ember kell, egy az, hogy a súlyok is akkorák, hogy megemel, illetve hát a mondjuk egy szalag rövidítésnél, vagy egy szalagszerelésnél is, hát komplett brigádokkal kellett ezt csinálni. Most a Bányászti Múzeum jelen pillanatban olyan kezdeti, illetve középtájon tart abba a rendszerbe, meg hát azokba a kitűzött célok tekintetében, amiket szeretnénk megvalósítani. Én tavaly augusztusban vettem át a Bányászti Múzeumnak a vezetését, illetve a szakmai vezetését gyakorlatilag, és hát akkor kitűztünk egy olyan célt magunk elé, hogy egyrészt a sok éves hiányosságokat, amik felmerültek itt a Bányászti Múzeumnak a működtetése során, ezeket megpróbáljuk kiküszöbölni, de ezen kívül új dolgokat is szeretnénk itt megvalósítani, amivel a Bányászti Múzeumot egyrészt a mai kor követelményeihez megpróbáljuk közelebb hozni, és ezzel párhuzamosan természetesen a látogató létszámot is megpróbáljuk növelni. Nos, gondolom látja, hogy hogyan változik a világ. Sok ember már fizikai munkát nem is szívesen vállalna, inkább kávéfőzőnek mennének el egy-egy céghez, másképp nincs rájuk szükség ilyen minőségben, de azért gondolom meríthetnek erőt ezek a gépeknek a látványából, hogy azért nem fenékig tejföl az élet, és pár nem volt fenékig tejföl az élet, tehát meg kell küzdeni a sikerekért. Így van. Hát sajnos már nem ilyen tudnak bányásznak menni. Nagyon nincs ablak a bányának, ugye? Egyrészt, hogy nincs ablak, meg hogy sajnos a mémivelési bányászat Magyarországon megszűnt. Hát ezt a szakmát nekünk kell fenntartani, meg nekünk kell elmesélni az utódoknak, mint ahogy az ember, én is szoktam idehozni látogatókat, és amikor az unokatestvérem gyerekeinek elmesélem, hogy bizony ezt a pajzsot a bányába szétszedtük, elszállítottuk egyik helyről a másikra, összeraktuk, vagy mondhatnám esetleg a maróhengert, vagy ilyen nagyobb darab gépeket, ami, és el volna csodálkozva, hogy egyáltalán a mérete, meg hát a bányába hogyan tudtuk megemelni azt, hogy kis aknát csináltunk fenn, és akkor oda rendes darúval, ott nagy csillék ez, szóval nagyon,
akkor az embernek kemény munka volt, de egy visszaemlékezve, így teljesen így jó szívvel gondol vissza az ember arra, hogy igen, ezt megcsináltuk. Milyen látogatókra számítanak? Tehát gondolom a helyi ajkaiakra mindenképpen, de hát az egyszer csak kimerül, meg megszokottá válik. Milyen vonzás körzetből lehetne ide csábítani látogatókat? Gondolom ismer külföldi példákat is, tehát hogy csinálják ezt máshol? Hát máshol szeretnénk mi is olyan dolgokat csinálni, mint máshol csinálnak. Egyelőre ebbe kezdeti lépések vannak csak, mert technikai és egyéb más dolgokat még kellene nekünk ehhez megvalósítani, tehát kellene egy önálló honlap, vagy kiadványok, vagy valamivel tudnánk a múzeumot népszerűsíteni. Ezt el tudom mondani, hogy természetesen ajka és vonzás közvetéből, akinek van valami bányász kötődése, azok nagy előszeretettel jönnek ide a családjukkal együtt a múzeumban. Tavaly nyáron, illetve már most is tapasztaljuk azt, hogy nagy vonzás körzett még a Balaton és környéke, különösen akkor, hogyha a Balatonon, illetve hát olyan időjárási viszonyok vannak, hogy nem tudnak programot csinálni maguknak az ottani üdülők például, akkor nagyon-nagyon sokan jönnek például ide fel hozzánk, és eltöltenek itt néhány órát, nem csak a múzeumban, hanem itt a környéken is. Az állandó visszajáróink is vannak, mert vannak olyan buszos kirándulások, akik a korábbi kedvező tapasztalatok alapján újból szerveznek ide buszos túrákat. Az elmúlt héten volt például az Egri főiskoláról itt egy buszos csoport, aki jelezte azt, hogy eddig is voltak, már tavaly is, de még ebben az évben jönnek majd egy csoporttal, és ez nagy öröm számunkra. Meddig dolgozott a bányában? Bezárásig? Igen, bezárásig dolgoztam a bányában. 82-től 98-ig, ugye padragon voltam én. Két évet voltam a műhelyben, és úgy kerültem le föld alá. Először mezőlakatosnak, aztán így folyamatosan mezőlakatos, aztán lettem csoportvezető, aztán művezető helyettes, aztán művezető, aztán bezárt a bánya. Eltelt majdnem negyed század ugye azóta, de álmodik még bányával? Hát, amikor ugye leszámolt az ember, hogy ott hagyta a bányát, akkor igen, álmodtam vele, most már egyre ritkábban. De akkor, sőt, még éreztem annak a rothadó bordafának az illatát is, tehát hogy nézd, többször álmodtam bányával korábban. Nagyvonalakban hogyan osztályozna itteni látnivalókat? Tehát mi az, amit mondjuk gépeket, őslénytani leleteket, egyebeket, milyen rétegei vannak ennek a múzeumnak, és mik lesznek, vagy lehetnek még esetleg? Hát a múzeumunknak jelen pillanatban két nagy területe van. Van az új rész, az új épület rész, és van a régi múzeum rész. A régi múzeum rész, ami 1959-ben bezárt régi bányának az épületeibe fejlődött ki gyakorlatilag, és annak az udvarán, az tulajdonképpen egy nagy gépbemutató. El tudom mondani, hogy 1965-ben, mikor alakult a Bányászati Múzeum, akkor ez volt Magyarországnak a legnagyobb ilyen jellegű ipari skanzenje. Most jelen pillanatban, hogy maradjak ennél az oldalnál, elsősorban is egy gépek találhatók, és 100-nál több gépünk van. Tehát a 100-nál több kiállított gépünk van, aminek az állapota hát olyan, amilyen. Hát itt van az egyik nagy feladat, amit meg kell majd oldanunk, hogy ezeket a gépeket olyan állapotba kell hozni, hogy egyrészt rövid, másrészt pedig hosszú távon kiállítás alkalmas állapotban legyenek. Tehát egyrészt a küllemük legyen olyan, másrészt pedig fel kell őket megfelelő táblákkal, egyebekkel, információval ellátni, hogy aki ide jön, az tudja azt, hogy miről is van szó tulajdonképpen. A másik, ami itt a régi részen található, van egy aknagépházunk, az aknagépházban van egy olyan gőzgépünk, illetve kettő is, ami egészen 1959-ig, mikor a bánya be nem zárt, addig működött. Ez megint egyedül áll az országban, ilyen nem található. Ezek olyan jó állapotban vannak, hogyha gőzt tudnánk alá nyomatni, lehet, hogy még működnének is. És ez megint egy nagy öröm, egy kuriózum nálunk. Van még egy dolog itt ezen a téren, egy bemutató táró, amin sokan azt hiszik, hogy ez a régi bánya épület, vagy bánya területe volt, de ugye a bánya az alattunk volt 125 méterrel. Tehát ez egy mesterségesen
a 1978-ban ide az őseink kirekésztették olyan célból, hogy itt a bányába alkalmazott különböző biztosító berendezéseket, aztán bányászati módszereket, elővájási módszereket és szerszámokat, valamint a felhasznált egyéb eszközöket be tudjuk mutatni. Tehát ez a régi kültéri rész. Sajnos van még egy kovácsműhelyünk, meg egy trafóházunk, ahol bányászat történeti bemutató volt. Jelen pillanatban a két épület zárva van, mert a műszaki állapotuk olyan, hogy nem alkalmasak vendégek fogadására. Az eszközök karbantartásában, a környezet gondozásában kinek a segítségére számíthatnak? Értve mit tud elmondani, a jövőben hogy lesz ez? Hát ugye ez egy nagyon problémás dolog, mert ezeknek a gépeknek a karbantartása, ez hatalmas nagy összeg. Tehát erre tudomásul veszük azt, hogy a városnak, mint fenntartónak pénze nincsen. Tehát annyi pénz nincs, amivel ezt az iszonyatos mennyiségű, hát elanyagolt állapotban lévő gépállományt karba lehetne tartani. Volt nehéz helyzetben? Tehát ilyen kritikus helyzetben, vagy szerencsétlenség közeli helyzetben, vagy mentett esetleg bajtársaknak? Sajnos volt. Sajnos voltam. A 87-ben volt az iszapömlés, akkor pont éjszakás voltam, és egyedül voltam művezető, és ugye ezt fönt voltam a Hunyadiba, utána kellett volna menni le, és akkor amikor kaptuk a riasztást, hogy baj van a Hunyadiaknába, vagyis a bocsánat, a Kolontári mezőbe, Táncsicsaknába, akkor rónás. Szóval itt látszott a legendás segíteni akarása a bányászok részéről, hogy ilyen nyugdíj előtt álló bányászokba lehetően futottunk lefelé, hogy minél előbb odaérünk és minél előbb segíteni tudjunk. Közben ugye egy bányamentő voltam, akkor szólt a hangos, hogy aki bányamentő, az menjen kifelé, menjen a készülékért, és akkor az ember persze, hogy túlott futott, pedig a bányába futni nem egyszerű dolog, és a tárhóba találkoztam. Gumicsizmában, lámpával, fejlámpával, kobakot azért az ember nem meri levenni, mert nagyon gyorsan megvan a baj, hogyha valaminek neki, főleg ha valaminek neki szalad. És a tárhóba találkoztam, a járfás futott befelé, az igazgató úr, ugye a járfás László, futott befelé, az is a vállának készülök, azt kérdezte, hova megy Miklós? Hát mondom, megyek a készülékkel. Jó, azt mondja, igyekezzen. És akkor felszereltünk, gyorsan készülök, lejöttünk be, és akkor közben ugye összeállt a raj, és akkor mondták, hogy próbáljunk meg a gyűjtő felől bemenni, és onnét megkezdeni ezt a takarítást, vagy hát megoldottak benne a kollégák. De hát teljesen össze volt borulva, tehát nem látott, nem lehetett semmit csinálni, még ha lapátta készített. Ilyenkor nem ijed meg az ember, hogy legjobb lenne kimenni, hát itt akármi történhet velem nem, is. Szóval vagy nincs rá idő gondolkodni. Úgy benn van az emberbe az adrenalin, meg a segíteni akarás, hogy ilyenkor nem gondol arra, hogy ő is bajba kerülhet. Ő is bajba kerülhet, csak menni, segíteni, és sajnos két mondhatnám is, hogy jó barátom. Nem éltek túl ezt a tragédiát. Hát az ilyen történetek átmentésére is szükség van szerintem, mert ebből is tanulhat az ember, ha más nem segíteni akarást, vagy egészséges veszélyérzetet, hogy leselkednek rá olyanok az életben is, hogy bármit történhet vele, és ilyenkor másokra van rászorul, vagy rászorulhat másokra is, hogy ezt ne felejtsük el. Szóval ennek a helynek a levegője nekem ezt is üzeni. Így van, és megmondom, aki mondhatnám úgy is, hogy talán, hogy akit egyszer a bánya levegője megcsapott, az mindig emlékezni, mindig emlékezni fog rá, mert ez egy külön világ, és most már sajnos emberek nem is tudnak menni esetleg bánya múzeumba, hogy lássák, hogy egyáltalán hogy néz ki egy vágat, mondjuk itt javasolnám mindenkinek, hogy az Ajkai Bánya Múzeumot itt azért eléggé rekonstruálva vannak a szerszámok, illetve maga a bélelési módok, és még talán itt is érezni azt a jellegzetes bánya illatot, amit az ember annak idején érzett. Hát itt két dologgal próbálkozunk. Egyrészt pályáztunk már az elmúlt évben, és mondhatom azt, hogy nyertünk is egy összeget arra, hogy
ezeknek a gépeknek a karbantartáshoz tudunk festéket, egyéb eszközöket, tehát amivel a karbantartást el lehet végezni, majd vásárolni, de ugye itt még mindig az a probléma, hogy ki csinálja meg ezt az egészet. Mert ugye ez egy dolog, hogy még ha rendelkezésre is állnak ezek az anyagok, akkor még valaki kell, aki megcsinálja. Na most erre a dologra találtuk ki azt, hogy az elmúlt évben, hogy hát meghirdettük ezt az akciót, hogy fogadj örökbe egy bányagépet. Na most ebbe, hát először sokan annyira kétkedtek ebbe, hogy hát mondták, hogy hát ilyen butaságot, hogyan lehet bányagépet örökbe fogadni. Hát azt én mondtam, hogy hát jártam én nagyon sok helyen, nem csak állatkertbe, de arborétumban is fogadnak fákat egyébként, hogy miért ne lehetne bányagépet. Hát aztán ez így is történt, és most elmondhatom azt, hogy ez év januárjától kezdődően már 16 darab bányagépet fogadtak örökbe, ebből 6 darabot már fel is újítottak, és hát érvényes szerződésünk van 12 darab, ugye, mert van, aki nem is egyet, hanem kettőt vagy három gépet is örökbe fogadott. Mondjuk ez a itteni gépállományhoz képest, ha azt mondom, hogy ez több mint 100 darab, tehát olyan 100-110 darab, hát még nagyon kevés, de nagyon bízom benne, hogy ez tovább fog folytatódni, és ennek megvan az eredménye, meg lehet nézni ezeket a gépeket, nagyon szép állapotba hozták azok, akik örökbe fogadták. Önök újították föl ezt a gépet, de honnan jött az ötlet, hogy egy ekkora vas monstrumhoz hozzájának? Egyáltalán volt hozzá szerszámuk? Hát a szerszám az nem volt gond, már van otthon egy felszerelt műhelyem, ami a minden, ami nem csak egy háztartásban, talán még ipari tevékenységhez is használható, és ugye az adott volt. Viszont olyan információk kerintek, hogy mivel hogy a Horváth Karcsi bácsi barátom lett az intézménynek, aki rendezi a dolgát, lehet, igen. Hogy meg tervezik, hogy örökbe lehet majd fogadni különböző gépeket, amit az ember, mint akár a gyerekét is állatja, rendbe teszi, ápolja, és hát én ember is szerettem volna menni mindenféleképpen, és a Kardis Miklós barátom az mondta, hogy mivel ő sokat szerelte ezeket a berendezéseket, én meg sokat dolgoztam velük, hogy nem lenne jó, ha mi ketten egy ilyen ekofarot örökbe fogadnánk, és a későbbiekben tennénk a dolgunkat vele kapcsolatban. Ez a szénfalon dolgozott ez a gép? Tehát fejtő munkában? Igen, ez egy hosszú homlokú őrjáró pasbiztosítású frontfejtésen. Tehát különböző, ezek a pajzsok, egy 20-asak, szélesek, és 50-60-100 is akár részt vehet egy ilyen frontfejtésbe, és ez abba üzemelt. Tehát a pajzsok azok a főtét tartották. Igen, egy pajzsbiztosítás, igen. Tehát egy zárt rendszert alkotott, viszont teljesen függetlenül tudtak egymástól mozogni. Ugye hozzá voltak kötve a szállítóberendezéshez, és ahhoz képest vagy előre nyomták a szállítóberendezést, utána ugye előfeszítették, és akkor a következő, és akkor mindig haladta ugye a fejtés irányja felé. És a gépet, a maró, ez a szállítóberendezésre volt szerelve, és ez neki kényszerítette a front homloknak, tehát a szénfalnak, és ezekkor azokkal a késekkel barta. Mert régi híradó felvételekben talán voltak, aki látott ilyet, már nagyon keveset. Ja, úgyhogy ez egy nagyon produktív dolog volt, meg ezek az Eikhoff márkájú marógépek, ezek nagyon üzembiztosak voltak. És milyen emlékeket hozott elő a munka, miközben ezt csiszolgatták, hát festették? Butaságokat, meg ugye beszélgettünk közben, hogy mik történtek, meg hogy hát a balesetekről is, de azokról lehetőleg minél kevesebbet, inkább kell a hülyeségekről, meg a sikerekről, ugye, hogy micsoda széncsatákat vívtunk, ugye. Ugye három akna volt itt, Padrag, Jókai, Ármin, és akkor mindig ment a kitöbbre. Hát ez bányászbetegség amúgy. Versenyeztek. Így van. Maga a produktum szempontjából is, meg ugye a baleset veszély elhárításában is,
hogy szóval minél okosabban, ügyesebben, minél többet tudjunk csinálni. Meg a biztonság volt leginkább az első. Hány évet dolgozott a föld alatt? Összesen 25 valamennyit, ugye. Én 80-ban kerültem ide, Padragra. Én füstölgyártalapi vagyok amúgy. Hát a szakma, ami szervetlen vegyi anyaggyártó, tehát én a bányászat az abszolút közöm nem volt. És akkor hogy került ide? Tehát a nitrokémiánál dolgozott? Igen, édesapám ott is robbant fel, ő pirotechnikai mérnök volt. És az egész családomon dolgozott különben. Meg ott talán majdnem mindenki. És ugye, mikor ide kerültem, akkor egzisztenciát kellett teremteni. Tetszik érteni. És akkor néztem a tímföldjárat, a videót, ott a laborba vettek volna fel, a tímföldjárba termelésbe. Nagyon kevés pénzet. És mondtam, ebből lakás, autó, gyerek, ebből biztos, hogy nem lesz. Aztán az anyósom, köszönhetem neki, Isten áldja meg érte, kihívott, náluk laktunk, Halimban, és kihívott az utcára, azt mondja, gyere felé, nézd meg. Ezeket a házakat bányászok építették egy-két év alatt. Azt mondja, fizikumod van, hülye gyerek, nem vagy, nem próbálod meg. De ez csak egy ajánl. Hát aztán úgy döntöttem, hogy utána nézek ennek a dolognak, és akkor végül is oda kerültem a bányához, 80. október 3-án. Először fobálódottam, csillés voltam, ugye anyagszállító voltam, akkor ide-oda, ha hiányzott valahonnan csapatról ember, ugye elővájásról vagy frontfejtésről, akkor oda tettek, aztán az öregek meg valamilyen oknál fogva megszerettek már. Szóval bizonyítani akartam, meg akartam felállni a dolognak, tetszik tudni, hogy ez abban az időben úgy ment, hogy egy ilyen munkahelyre be kellett dolgoznia magát. Hány éves volt akkoriban? 25. 25. És ugye lehetett menni túlműszakra, tehát mivel akkor még nem építkeztem, meg hasonló dolgaim nem voltak, úgyhogy a pénz volt az első, hogy a körülményeket megteremtse az ember arra, hogy haladni tudjon. És ugye elég jó fizetések voltak, majdnem kétszer annyit kerestem, mintha a laborban dolgoztam volna a tímföldben, vagy például termelésben, vagy a fordítva a videótomban, és termelésben a tímföldben. És ráadásul, hála Istennek, olyan szerencsés sorsot dobott nekem a gép, hogy olyan emberekkel sikerült dolgoznom, akikről rengeteg mindent el lehetett lesni, akik vigyáztak rám, meg nem szúrtak ki az emberrel. Tetszik érte, hogy a meló kemény volt, azt hittem, hogy engem elhagyom, ugye kezdett beállott a fizikai munkát, a vegyipar az agyom van gépesítve, fizikai munkát nagyon nem csináltam ám. És hogy úgy pontosan fogalmazok, nem szúrtak ki ezem, nem szivatták. És szimpatikus volt nekik ezek szerint. Ja, a hülyeségem már bírtak. Megkedveltette magát. Persze. Meglátták, hogy akar az ember, és akkor oda kértek, aztán ma oda is irattak. Akkor a vezetés is úgy látta, hogy érdemes lenne beiskolázni, hogy a szakmailag is haladjak, nem csak gyakorlatból. És akkor elküldtek iskolákba, tanfolyamokat kellett végezni, ugye, hogy minden gépet tudja kezelni, ugye 550-től 1000 voltig, hogy mindenféle géphez megérteni kellett, és akkor szép lassan végigjártam a ranglétrát. Mikor lett Gerzson? Kezdettől. Kezdettől az volt? Persze, nem ismertem senkit. Ugye, és olyat otthon füszfőn azt szoktuk mondani, ha valakit hülyenek, hogy na, de hülye Gerzson. Erre mindenkinek, hogy na mi a Gerzsó, mit lesel? Aztán rajtam maradt. De ezek szerint nem volt hülye, tehát sokat tanult és bedolgozta magát. Így van, meg hát úgy fogtam fel, hogy gúnyában mindenkinek van. Hát persze, nekem is. Szóval olyan, hogy anélkül nem létezik az ember, úgyhogy nem vettem zokon, hogy ugye már ők nem tudtak, hogy mi otthon miért mondtuk azt, hogy Gerzsó. Sőt, most már akkor nincs, Miki ragaszkodt is, hogy írjuk bele a tudósítás, vagy Gerzsonról van szó, sokan nem tudnak, nem hogy, tudnák, hogy kicsit, bár ott van a képen is. Na jó van, de változott ugye az ember, az régen igen, volt. Igen. A 18 így évben bazártuk. Így korrekt. Úgyhogy most az ajkai szó így fog megjelenni. Ja, köszönöm, vagy éppen nem. Hát meglátjuk. Persze, jó lesz az így. Nincs. Na és akkor hogyan került ide a gépek közelébe megint, ugye? Mert végül is, mint nyugdíjas
Hát az van, hogy tagja vagyok én ennek, horgász. Igen, tagja vagyok ennek a bányász hagyományőrző egyesületnek körnek. Is. Ugye? Hát nézze uram, ezáltal teremtettem meg az egzisztenciámat, a családomnak minden lehetséges dolgot, holott nagy fogadalmaim voltak, és azért el sikerült a legtöbb öcsőt, azt hiszem mindet, ami olyan volt, el tudtam érni. Itt kerestem a kenyerem, itt fogadtak be, itt lettek komoly barátaim, fősegítették építeni a házamat, úgy állt a vezetés hozzá, hogy leszerződtem 100 000 forintért 5 évre. Szóval voltak lehetőségek, meg jó elvárások is, de voltak lehetőségek, amit ki lehetett használni, ami előre vitte az ember sorsát. Szóval lehetett miből építkezni. Tehát nem bánta meg, hogy itt abszolút bányászett. És így emiatt lett egy bizonyos szakmai elhivatottság is. Meg az, hogy ugye voltak sikerei az embernek, és az még inkább inspirálta. És megszerettem ezt a dolgot, megmondom őszintén. Pláne, mikor ma én mondtam meg másnak, hogy mit csináljon, nem nekem mondtam. Igen, akkor ma igen volt Zolt. És akkor visszajön simogatni a gépeket, ugye? Hát voltam már, sőt a keresztfiamat is elhoztam, meg keresztlányomat is, csak hogy lássák. Meg, szóval többször voltam én itt, már csak úgy is, hogy nem dolgozott, ugye én elmentem bányásznyugdíjba, volt időm, csak ára jártam, benéztem, nosztalgiázni, hát ja. Nem tud elszakadni a bányászat. Szerintem, aki ennyi időt ledolgozott, az abszolút nem tudja ezt elfelejteni, meg úgy, hogy szóval nem lesz soha semleges, sohasem. Egy bizonyos áll, meg maga az az összetartozás, az egymásra utaltság, szóval, meg az a segítőkészség, ami a bányásztársadalomban jelen van állandóan, alig időm is menne a dolog. És ez annyira vonzóvá tette ezt az egészet, meg hát mondom, meg a kihívások, egyformán sose volt. Egyforma napot nem kezdtünk sohasem. Ugye a természeti viszonyok, az adottságok, minden változott, minden nap más kihívás volt, és akkor ugye törte az ember az okos fejét, hogy hogyan lehet ezt megoldani, úgyhogy jó is legyen, meg produktum is legyen, meg baleset se legyen. És akkor ezek a kihívások mindig lökik ám az embert. Szóval, és aki... az adrenalin is kell, nem? Hogy a pici veszélyérzet mindig benne van az emberben, függő is lehet. Pláne ugye van egy omlás, vagy egy vízbetörés, vagy iszapbelő, vagy akármi. Ugye az meg, akkor aztán felmegy a pumpa, ugye, és akkor elég nehéz higgatnak maradni, de viszont idegesen ezt nem megcsinál. Kell ahhoz, de ahhoz el kell érni egy bizonyos magabiztosságot, hogy azt mondja az ember, hogy hát mi baj lehet, ugye? Hát bármi. Van, amikor kétségbeás és határon van az ember, de általában nem. Ugye aztán padragot bezártuk, akkor jöttünk Jókaira. Ja, közben én bányamentő is lettem, és ugye alkalmi bevetések mind a három bányán, meg bányabejáráson is voltam, ismerőseim lettek, együtt vetettek be bennünket. Ugye később a rajparancsnok voltam, és ugye akkor már más volt a helyzet, és ugye akkor már az egész bányamentő rajért én feleltem, és akkor szóval ott nem volt olyan, hogy ha volt is ellentét, de az abszolút nem látszott. Szóval a munka kapcsán nem is lehetett ugye már az egy másra utaltság miatt. És itt sok ismerésem, mert különben akárhova mentem ebben, szén bányák körül, itt mindenhol ismert mindenki, hála az Úristenet. Aztán végén még nyugdíj után meg kimentem Spanyolországba. Igen, hallom, világot is látott. Hát, ha az a világ, akkor, akkor jó lehet. Jó világ van. Tamaga úr ajánlott a Mecsek Marketing Kft-nek, hogy ha jót akarnak, akkor bírjanak rá, hogy menjek. Hát, nem nagyon akartam, megmondom. Hát a bányásznyugdíj az azért nem rossz. És hát mondom, megúsztam ezt a 24 év, nem 23 év, 147 napot dolgoztam magyar szénbányáknál, hát én a háromoknál. És ha ezt megúsztam, hogy komolyabb sérülés nélkül maradnak dolgok, egészségváltozás nélkül, akkor mi a francnak, amikor nyugodtan el vagyok én?
És mégis? Hanem a Feri azt mondja a Tamaga, hogy te figyelj ide. Te vagy Közép-Európa legjobb frontmestere. Miért nem mész ki nyugatra megnézni ott mi a helyzet? Szóval kiviheted minden évben a családodat nyaralni. Hát mondom, te úgyis megígértem a kislányomnak, hogy a tengert meg az óceánt velem fogja először látni. Megtörtént, uram. És a spanyol kaland meddig tartott? Hát két hány és év? Fél, majdnem három. Szénbányában? Szénbányában. Ott teljesen más a helyzet ott. Egy nagyon kemény hely. 960 méter mély, 30 pár fok meleg hőmérséklet, ugye a geotermikus grádián szerint. Igen. És meg majdnem 100%-os páratartalom. És ugye, mivel hogy a földrészek ott találkoztak, a tektonika úgy működött, hogy fölgyűrték a kőzetet, meg más a szén telepet. Más volt a lehetése is, ugye? Hú, nagyon meredek volt. Ráadásul olyan nagyon jó szenik, mint a grafit. Viszont a metán is nagyon sok, úgyhogy nagyon veszélyes bánya ebből. De épőre megúsztak. Nyilván, azt is, persze, azt is, hál' Istennek. Amikor nyugdíjban ment, akkor átölt a bokap. Ja, ilyen a sor. Ja, és akkor, szóval ezek a dolgok úgy jöttek ki nálam, hogy itt is helytáltam, mint három bányánál, ott is helytáltam. Akkor ráadásul magukhoz öleltek ezek a hagyományőrzők, és akkor ráadásul a horvát karcsi barátom, ő oktatott nekem bányagépészetből. Uh-huh. És ő egy olyan jó tanár volt, hogy annyira érdekesen, szemléletesen, meg közérthetően el tudta mondani a dolgokat, hogy nem tudott az ember másra figyelni. Tehát, uh-huh. És akkor emberileg is nagyon jól össze van rakva. Rabul ejtette a bánya. Így van, meg a Karcsi bátyám lett itt a főmaestro, és akkor ugye összeraktuk először ezt a BS2-es hajtást, fel kellett új ezt is. De nagyon gyalázatos volt. Aztán beszélgettünk ma, akkor úgy volt egy-két szó erről az örökbefogadásról. Aztán Karicsal beszéltünk róla, aztán hát mondom, persze, jó lenne. Mondom, meg nagyon jó együtt dolgozni, ilyen dolgok, meg együtt lenni is azokkal az emberekkel, akivel együtt húzta az igát. Igen. Ja. Uh-huh. És akkor felidézni az emlékeket, jót is, rosszat is. Jó dolog. És akkor ezekre az emberekre mindig lehet számítani, tetszik tudni? Szóval bármiről van szó, bármiről, meg akárhol találkozunk, már messziről, ugye. Ja, hát ez egy kemény, egy társadalom. Igen. A bányászok. Igen. Ja. Nagyon jól éreztem köztük magam, nagyon jól. Meg hát nagyon sokat is köszönhetek. Fordultak-e felhívás esetleg távolabbi bezárt bányák volt dolgozóihoz, hát ha megmozdul bennük valami, hogy a bányászati múzeum is egy érték, amit gondozni kell, sőt, hát fel kell újítani. Igen. Hát ugye itt megint a kommunikáció, illetve hát ennek a lehetősége bizonyos értékben vagyunk korlátozva, de a Facebookon keresztül nagyon sokan, meg a bányász honlapokon keresztül értesültek erről. És nagy örömünkre szolgál az, hogy például örökbefogadónk közül van már Úrkuti bányász, aki itt volt a szomszédban, és innen értesült a híradásokból. De a legnagyobb meglepetésem az volt, amikor Miskolcról hívott fel bennünket egy szivattyú szerelő cég, hogy ők egy szivattyút nagyon szívesen örökbefogadnának. De ugye a távolság miatt ez aztán nem lett bele semmi, de maga a tény, hogy ez felkeltette még az ottani embereknek az érdeklődéseit, nekem nagyon, hogy úgy mondjam, jó leső érzés volt, meg láttam azt, hogy hát azért a szakma dolga iránt még érdeklődnek emberek, nem csak itt ön a környéken. Van egy másik terület is, a Kisvasutak Társaság, ugye a Dunakanyarban székel, ők is voltak már itt, és valószínűleg ők is örökbe fogadnak egy mozdonyt itt, amit majd remélhetően fel fognak újítani.